Elfoglalva magasztaljuk mennyei jó atyánkat, a 105. számú Zsoltár, na ez nem igaz, a 105. Zsoltár, nincs meg? Nem volt benne. Akkor énekes könyveket osszunk ki gyorsan, a helyünket, maradjunk az ötébe, énekes könyvvel énekeljük, tűnünk meg. 105. Zsoltárnak az első három verszakát és a 23. 24. verszakát énekeljük. A 105. verszakon osztunk ki Zsoltáros könyveket, van annyi, hogy 5 kosztusok. Jó. Tehát a 105. Zsoltár első három verszakát énekeljük, és a 23. 24-et, tehát magyarul az egész Zsoltárt elénekeljük. A 105. Zsoltár így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Thank you.
szemednek, mint a tegnapi nap, amely elmúlt. Taníts minket, Urunk, úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Istennek szent lelke szállj le mireánk, szenteld meg szívünket, tedd alkalmassá imádságmódásra, a tőled jövő üzenet befogadására. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, úgy, amit írva található Krónikák első könyvének 29. fejezetében, a 10. verstől a 20. versig terjedő igeszakaszban, melyhez még hozzáolvasom a 26. és 27. verset. Foglaljuk el a helyünket a hosszabb igeszakasz hallgatásra. Dávid ekkor áldotta az Urat az egész gyülekezet előtt. Ezt mondta: áldott vagy te, Uram, ősatyának, Izraelnek Istene, öröktől fogva mindörökké. Tiéd, Uram, a méltóság, a hatalom és a tisztelet, a hírnév és a fenség, bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Tiéd, Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenség fejedelme. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom. A te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet. Mert ki vagyok én, és mi az én népem, honnan volt erőnk ennyit adakozni? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit a te kezedből kaptunk. Mi jövevények és zselérek vagyunk előtted, mint minden ősünk. Napjaink olyanok a földön, mint a múló árnyék. Urunk, Istenünk, ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked a te szent neved tiszteletére templomot építsünk, a te kezedből való, és a tied lesz mindez. Tudom, Istenem, hogy te vizsgálod a szíveket, és az őszinteségben leled gyönyörűségedet. Én mindezt őszinte szívvel önként adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked néped, amely itt összegyűlt. Uram, őseinek, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, tartsd meg örökre néped szívében ezt a szándékot és indulatot, és kösd magadhoz szívüket. Fiamnak, Salamonnak pedig add meg, hogy tiszta szívből tartsanak parancsolataidat, intelmeidet és rendelkezéseidet, és figyelj véghez mindent, fölépítve azt a hajlékot, amelyet én előkészítettem. Azután ezt mondta Dávid az egész gyülekezetnek: áldjátok az Urat, a ti isteneteket, és az egész gyülekezet áldotta az Urat, őse Istenét, meghajolt és leborult az Úr előtt és a király előtt. Dávid Isai fia egész Izrael királya volt. 40 évig uralkodott Izraelben, Hebronban 7 évig, Jeruzsálemben pedig 33 évig uralkodott. És meghalt később vénségében, betelve az élettel, gazdagsággal és dicsőséggel, utána a fia Salamon lett a király. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy megteremhessük áldott és jó gyümölcseit. Gyertek, testvéreim, emeljük be szívünket és imádkozzunk. Áldjuk és magasztaljuk szent nevedet, mennybeli jó atyánk, az új esztendő első napján is. Urunk, köszönjük neked, hogy te adsz erőt ahhoz, hogy ezt az új esztendőt is veled kezdjük, rád figyeléssel. Úgy induljon, ne csak a hetünk, ne csak a hónapunk, hanem az egész évünk, hogy itt vagyunk, a te szent gyülekezetedben, hallgatva a te igédet, erőt merítve szent lelkedből. Köszönjük, Urunk, hogy ezt lehetővé tetted. És köszönjük neked, Urunk, minden áldást és ajándékot, amit az elmúlt esztendőben adtál nekünk. Tiéd legyen a dicsőség mindezért, minden növekedésért, minden szabadításért, minden hitvallásért, minden próbatételért, minden gyógyulásért. Köszönjük, Urunk, neked, hogy hozzád tartozhatunk és hirdethetjük szent neved dicsőségét. Tégy, Urunk, bennünket a mai napon is készé igéd befogadására. Segíts rád figyelni, segíts minden földi, emberi gondolatot félretenni, hogy csak rád figyeljünk, és az ígérbe megmártózva Krisztus képmására formálódhassunk. Áld meg, Urunk, Isten tiszteletünket, évkezdő alkalmunkat,
légy közöttünk szent lelkeddel. Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Énekszóval készüljünk az ige hallgatására és befogadására. 135-ös számú Zsoltár első versét énekeljük. A 135. Zsoltár első versét, a 135. Zsoltár így kezdődik. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Melyhez hozzáolvasom most az Új Szövetségből, Máté evangéliumának 23. fejezetéből, a 12. verset, Jézus mondja, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Foglaljuk el a helyüket. Carraráról egy hatalmas márvány között szállított a Firenzébe. Agostini di Duccio szobrászművész kérte ezt a márvány tömböt, hogy faragjon belőle valami szépet az éppen épülő, készülő, félben lévő firenzei domb számára. Ahogy a mester hozzá kezdett a faragáshoz, észrevette a márvány tömbön egy hibát. És nem tudta folytatni a munkáját. Azt mondta, hogy ő ebből így nem tudja megcsinálni azt, amit eltervezett. És a kötöm ott maradt az építkezés területén, nem nyújt hozzá senki, közel 40 évig. Firenze város lakók el is nevezték ezt a márvány tömböt gigánténak, amelyen érintetlenül mementóként ott állt a firenzei dom udvarán. Aztán végül 1501-ben a város vezetés, az éppen a városba érkező Michelangelo-t megkérte, hogy hát kezdjen már valamit ezzel a márvány tömbben, és Michelangelo elvállalta a munkát, és közel négy év kemény munkája során elkészítette nagy művét, a Dávid szobrot. Nem tudom, van-e róla a képünk? Igen, hoztam egy képet is róla, emlékeztetőül. Bizony, azt mondhatjuk, hogy ez a szobor egy tökéletes alkotás. Pedig egy hibás márványkőből készült el. Egy tökéletes fiatal emberi testet látunk, a fiatal pásztorfiú Dávidot, ahogyan szép, izmos testével, kezében, az egyik kezében egy kővel, a másik kezében a parittyával, éppen Isten nevét csúfoló ellenségére, a Góliátra tekint. Ő még nem a győztes Dávid, ő a győzni akaró Dávid. És ebből a szoborból sugárzik ez az erő, az, hogy ő győzni jött ide. Hogy nincs erő, amely őt le tudná győzni, amely eltántoríthatná őt a céljától, hogy éppen Krisztiussal megharcoljon. Michelangelo egy tökéleteset alkotott, mert tökéleteset akart alkotni. Ugyanis Dávid Izrael legnagyobb királya. Tulajdonképpen mondjuk azt is, hogy mint egy népmesei történet elevenedik meg előttünk Dávid története, hiszen a legkisebb pásztor fiúból a legnagyobb királyá lesz. És hozzá csak egy tökéletes alkotás illik. A mai alapigényben Dávid utolsó imáját hallhattuk. Halála előtti utolsó imáját, amelyet a nép előtt, a gyülekezet előtt mondott el.
Mint egy záró akkord jelenik meg ez az ima a haldokló idős Dávid király előtt, aki 40 évig uralkodott Izrael felett. Ma a 2019. január 1-én Dávid király keresztül, az ő imáján keresztül tanít bennünket, mennyei atya. Tanít először is arra, hogy ha visszatekintünk most az elmúlt esztendőre, akkor bizony, ahogy Dávid is tette, mi is mindenért Istennek tartozunk hálával. Minden, ami az életünkben történt, minden sikerért, minden eredményért, egyedül az Úr nevéért, dicsőség. A másik tanítás pedig, hogy az új esztendő küszöbén állva ebben az évben a harcainkat, a küzdelmeinket, a terveinket nem tudjuk másképp megvalósítani, csak Krisztusi alázattal, amely Dávid szellemében, személyében is megragadható, hogy alázatos, hűséges szolgálója maradt az Úrnak, bármilyen nagy király is lett ő belőle a Földön. Mielőtt az igére rátérnék, azért érdemes Dávidról néhány dolgot úgy felidézni, hogy ki is volt, mitől volt olyan hatalmas nagy király. Ugye azt tudjuk, hogy ő Izrael életében a második király. Saul volt az első, aki egy legyőzött országot és egy megfélemlített népet hagyott maga után, egy elszegényedett országot, ezt vette át Dávid, és a 40 év alatt bizony az ellenkezőjét sikerült elérnie. A 12 törzset egyesítette, megteremtette annak a gazdasági hatalomnak, tulajdonképpen gazdasági erőnek az alapjait, ami aztán Salamon, majd a fia uralkodása alatt teljesedhetett ki. Dávid a környező hatalmakkal is jó kapcsolatot ápolt, baráti szövetségeket hozott létre, független, önálló Izrael, neki köszönhető. De a személyisége is egy különleges, nem mindennapi személyiség, hiszen jól ismerjük az életének egy-egy elemét, amiben azt láthatjuk, hogy hihetetlen hittel és bátorsággal harcolta meg mindig a küzdelmeit. Gondoljunk itt akár a Dávid szobor pillanatát, amely a Góliáttal való harcának pillanatát örökíti meg, bizony milyen hittel, önfeláldozó hittel állt ki Góliát ellen, aki csúfolta az ő istenének a nevét. Bátor, hitvalló ember volt ez a Dávid. Tudott újongani Istenért, tudott a nép előtt imádkozni, saját vagyonából adakozott a templom építésre. De ugyanakkor tudott szenvedélyes igazságszeretettel ítélkezni is önmaga felett. Ismerjük a zsoltárjait, a bűnbánó imáit. A krónikás a mai igényben nemes egyszerűséggel vagy mesterien foglalja össze tulajdonképpen Dávidra jellemző vonásokat, amikor azt mondja, 40 évig uralkodott Izraelben, és meghalt késő vénségében, betelve az élettel, gazdagsággal és dicsőséggel. Dávid egy sikeres ember volt. Ez megjelenik Michelangelo szobrában is, hiszen egy jó kiállású, jó vágású, erős, céltudatos, sikereskedő ember volt. Egy sikeres ember példaképe. Ő mindent elért, amit egy ember csak elérhet. Mi is ilyenek szeretnénk lenni. Talán. Ilyenkor, új évkor, szilveszterkor, olyan sokszor mondjuk egymásnak, hogy sikerekben, eredményekben gazdag új évet kívánunk. Igen, szeretnénk sikerekben, eredményekben gazdag új évet. Szeretnénk, ha az álmaink megvalósulnának, akár a régóta dédelgetett álmaink és céljaink. Szeretnénk fejleszteni a vállalkozásunkat, szeretnénk bővíteni esetleg az otthonunkat, vagy felújítani. Meg annyi célunk van az életünkkel, és így évelején várjuk ezeknek a beteljesülését. Szeretnénk sikeresek és eredményesek lenni. Mi a titka Dávidnak? Hogy tudott ő ilyen sikeres ember lenni? Nem csak a filiszteusokat tudta legyőzni, a filiszteusok fölé tudott emelkedni, amikor legyőzte Góliátot, hanem még a nép fölött is volt, ő kiemelkedett Izrael népéből. Dávid titka az, hogy ő nem tulajdonított magának semmit abból a sikerből és abból az eredményből, amit ő elért. Másképpen fogalmazva, ő meglátta
Isten munkáját az életében. Ez az ő titka, hogy ő felismerte azt, hogy az Úr munkálkodik az ő életében. Nem az ő erejének, nem az ő kitartásának, nem az ő fantasztikus lángelméjének köszönhetőek a sikerek, hanem egyedül és kizárólag Istennek, aki adja az erőt, adja a látást, a bölcsességet, a kitartást, a hitet. Minden Istennek köszönhető. És ezért olyan csodálatos az utolsó imája, amit mai alapigénkben is olvashattunk, hogy itt van ez a nagy király, aki mindent elért az életében, és hogyan imádkozik élete utolsó imáját, hogyan mondja el, mit tartalmaz ez az ima? Hát Istent magasztalja. Minden Istentől jött. Tied, Uram, a méltóság, a hatalom és a tisztelet, a hírnév és a fennség, bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te mindenség fejedelme. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit nagyjá és erőssé. Minden eredmény, amit egy ember elérhet a Földön, az Isten kegyelméből valósulhat csak meg. Még akkor is, hogyha ő ezt nem tudja. Még akkor is, hogyha ő nem úgy indult el egy úton, de nem úgy fogott hozzá egy munkához, hogy Istentől elkéri a vezetést, akkor is Isten munkálkodik. Mert ő nem hagyta magára ezt a világot. Neki terve van ezzel a világgal, terve van velünk, emberekkel. Mégpedig az a terv, hogy megváltson bűneinkből, és végül célba érjünk, hogy az a kegyelem, az a megváltás, amit Jézus Krisztusban elérhetővé lehet az emberiség számára, ez ne legyen hiába valóvá kegyelem. Munkálkodik az Úr az életben. A sikerekben munkálkodik, az eredményekben, ott van minden egyes pillanatunkban. Minden az Úré, minden földi kincs és gazdagság Istené. Ő a tulajdonos, ő a tervező, ő a kihitelező, a megbízó. Mi emberek, mi úgy mondjuk úgy, mi vagyunk az eszközök az Úr kezében. Rajtunk keresztül munkálkodik. És Dávid ezt meglátta a saját életében. Minden, amit ő elért, az csak is Istennek köszönhető. És ezért volt áldás az ő életében. Így január 1-én egy kicsit visszatekintünk az elmúlt esztendőre is. Bizony, azt mondhatjuk testvéreim, hogy az Úr kegyelméből mi is egy sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Nem is akármilyen esztendőt. Hiszen birtokba vehettük évtizedek álmaként megvalósuló gyülekezeti otthonunkat. Most már saját otthonunk van, ahol megtarthatjuk Isten tiszteleteinket, találkozóinkat, beszélgetéseinket, alkalmainkat. Milyen egy csoda ez. Történelmi év. És történelmi év volt a 2018-as azért is, mert még a templomunkhoz is hozzákezdhettünk. Melyik gyülekezet mondhatja ezt magáról, hogy 2010-ben még szorványként indította az évet, aztán missziói gyülekezetté lett, és eltelt 8 év, és nem csak a gyülekezeti otthonát, a lelkész lakást, a lelkész hivatal tudta fölépítetni, hanem hozzáfoghatott a templom építéshez is. Milyen a csoda ez, testvérek! Milyen fantasztikus csoda! És csodát élünk meg Nagy Tarcsán is, mert Nagy Tarcsán például március óta minden héten tudunk református Isten tiszteletet tartani. Minden héten van Nagy Tarcsán református Isten tisztelet. Történelmi jelentőségű ez. Ennek helye lesz majd a történelmi könyvekben. Mert ez azt jelenti, hogy van egy közösség, van egy hely, ahol van növekedés, ahol az Úr jelen van, ahol az Úr szolgálót küld. Az Úr áldása érezhető. És kinek az érdem a gyülekezeti otthonunk, meg a templomunk, amihez most kezdtünk hozzá? A mi érdemünk a gyülekezeté, mert annyit adakoztunk? Vagy a református egyházé? Vagy a kormányzaté, aki annyi pénzt adott a templom építésünkre, meg a gyülekezeti házunk építésére is? Kinek az érdeme ez? Vagy a lelkészé? Nem. Ez egyedül Istené, Isten érdeme, Isten dicsősége, mert ő munkálkodik,
Ő akarja, hogy ez így legyen. Ő ad áldást. Ő ad esőt, ő ad aratást. Mindenért Istennek jár a dicsőség. És az évvégi számvetésünk során ne csak a gyülekezeti életünkre nézzünk, hanem a saját egyéni életünkre is, testvéreim, mert amikor számba veszitek, hogy mi történt veletek az elmúlt esztendőben, akkor ott is meg kell látnotok, hogy ez nem csak a gyülekezeti életünkre igaz, hogy Isten munkálkodik, mindannyiunk életében ott van. Ott van egy sikeres vizsga mögött, ott van egy lezárt kapcsolat mögött, vagy egy újraindított kapcsolat mögött, ott van egy megbocsátásban. Isten mi munkálkodik az életünkben. Bármit is értünk el a 2018-as esztendőben, az elsősorban nem a saját érdemünk eredménye, hanem Isten ajándéka. Minden az Úrtól van. Ahogy Dávid mondja, tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. Michelangelo szobrára, hogyha még egyszer egy kicsit visszatekintenénk, Dávid szoborra, akkor itt egy győzni akaró, céltudatos, nemes lelkű, fiatal pásztor fiút látunk. Egy dolog azonban hiányzik ebből a szoborból. Nyilván amiatt, mert ennek a szobornak nem ez volt a célja. Ennek a szobornak egy hőst kellett bemutatni. Ami hiányzik belőle, az alázat. Mert bizony Dávid alázatos is tudott lenni. Ő megalázta magát az Úr áldó keze elő alatt. Ismerjük az alázatos Dávidot a Zsoltárok könyvéből, amikor imádkozik. Ismerjük azt a Dávidot, aki bűneivel küszködik, aki hitében elgyengül, vagy mondhatjuk azt is, hogy egy szorongó embert is megismerhetünk a Zsoltárokból, aki a bűnei miatt szorong. Igen, Dávid nem csak erős volt, nem csak nagy, hatalmas és sikeres ember volt, hanem ő képes volt elfogadni a saját teremtmény mi voltát. Az, hogy ő Isten alkotása, ő Isten eszköze, és ezért alárendelt. Nem egyenlő Istennel, hanem alávetette Istennek. És Dávid nagyságát ebben is láthatjuk, éppen ebben az alázatos, megalázott voltában, ahogyan ő megalázza magát az Úr előtt. Az ő erőtlenségében, ahogyan Isten ereje munkálkodik rajta. És bizony most visszacsenghet a fülünkben Jézus szava, ki azt mondta, ki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Dávidra ez igaz volt. Ő megalázta magát, és ezért Isten felmagasztalta őt. Nagy király lehetett, Isten áldó eszköze, áldott eszköze. És most az ige hozzánk szól, új év küszöbén állva, hogy mit is csináljunk, mire figyeljünk ebben az esztendőben. Mint egy lelki útravalóként szól most Jézus hozzánk a templom építő gyülekezethez. Egy olyan gyülekezethez, amely olyan sok áldást él meg, amely sokszor úgy olyan sikeres gyülekezetnek érezheti magát, mert egy ilyen fantasztikus épülettel rendelkezünk, ilyen fantasztikus közösséggel, ahol van szeretett vendégség, ahol odafigyelünk egymásra, ahol van kivetítő, meg még mennyi mindent lehetne mondani. Bizony az ige szól most hozzánk az új év kezdetén, hogy vigyázzunk, alázatról ne feledkezzünk el soha. Alázzunk meg magunkat mi is az Úr keze alatt, mert akkor ő felhasznál minket, akkor sikeres gyülekezet maradhatunk Isten áldásában. Jézus tanítja, ő adja a legnagyobb példát az alázatra. A Zebedeus fiak történetét jól ismerjük. A két fiú, testvér azzal a kéréssel ment oda Jézushoz, hogy ha majd eljön Jézus országa, mennyi királyság, akkor hagy üljenek a jobb és a bal keze felől. És emlékszünk rá, hogy mit mond Jézus akkor nekik? Azt mondja, aki nagyjává lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok.
mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Szolgálat, ez a krisztusi lét egyik alapja. És ebben a szolgálatban ott van az alázat, a krisztusi alázat. Csak azt tud az Úrnak szolgálni, hű szolgája lenni, aki megalázza magát az Úr előtt. Csak úgy tudjuk betölteni krisztusi küldetésünket, hogyha nem öntelen, ökhendi emberként jelenünk meg a világban, hanem a szeretet, a krisztusi szeretet és alázat erejével. Erre hív bennünket Jézus, hogy alázzuk meg magunkat az Úr keze alatt. És akkor áldás lesz az életünkön, akkor az Úr eszközei lehetünk, akkor sikeresek lehetünk. Jézus soha semmilyen dicsőséget nem tud adni magának. Mi se tegyük ezt. Lelki útra való erre az évre, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik. De aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Amikor majd adományt adunk a templom berendezési tárgyaira, vagy amikor birtokba veszünk majd a templomunkat, vagy amikor éppen azon csodálkozunk, hogy mennyien vagyunk most ezen a vasárnapi Isten tiszteleten, akkor véletlenül se gondoljuk azt, hogy az a mi érdemünk minden Isten dicsőségére van. Isten ajándéka ez. Mi áldott eszközei lehetünk. És így 2019. január 1-én az Úr előtt térdet hajtva, alázatos szívvel lépjünk az új esztendőbe, hogy továbbra is áldott eszközök maradhassunk, hogy beteljesíthessük az ő akaratát. És azt kívánom, hogy a templomunk is egy olyan gyülekezetnek adjunk majd otthont, ahol az alázat mindig jelen van. Nem kérkedünk azzal, amink van, hanem csak hálát adunk az Úrnak, és az Úrra mutatunk. Jézus szavával zárom, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. A Szentlélek Isten legyen ebben segítségünkre. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva egy csendes percben, egyéb hívánokat és hálaadásainkat fogalmazunk egy imádságban. Drága Jézusunk, köszönjük neked, hogy szóltál ma is hozzánk. Köszönjük a lelki útra valót, hogy alázatra tanítasz bennünket, és példát mutatsz ebben, hogy ne magunk számára hajszoljuk a dicsőséget, hogy ne öntelt módon ne gondoljuk azt, hogy magunknak köszönhetünk sikereket, eredményeket, hanem arra tanítasz, hogy minden tőletek van, tőled, Urunk. A mennyei Atya áldja meg a mi munkánkat, ő ad növekedést, ő ad lehetőséget, forrásokat az építkezésre. Köszönjük, Urunk, neked. Köszönjük, hogy tanítasz alázatra, szolgálatra, engedelmességre. Szeretnék, Urunk, ebben az esztendőben is hű tanítványaidként neked szolgálni. Segíts, Urunk, ebben bennünket. Segíts nemet mondani a bűnnek, segíts ellenállni a kísértőnek, segíts, Urunk, elhordozni keresztünket, amit nekünk rendeltél. Kérünk, Urunk, áld meg gyülekezetünket az új esztendőben is. Adj nekünk lelki növekedést, hogy mind jobban hasonlíthassunk hozzá, mind közelebb érezhessünk magunkat hozzá. Kérünk áldást a templomépítésünkre is. Áld meg, Urunk, a kivitelező munkáját, segítsd őket, és add, hogy minden rendben haladjon, és időre elkészüljön a templom. És kérünk, Urunk, hogy a berendezési tárgyakra is segíts előteremteni a forrásokat. Imádkozunk a nagy tartsai szorványért is, adj ott is, Urunk, növekedést, erőt, áldást a gyülekezet életére és szolgálatára. Áld meg, Urunk, betegeinket, gyászolóinkat, erőtleneink, erőtlenül szenvedőinket. Segíts őket is az új esztendőben, meglássák a te neved dicsőségét. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik hitükben most meggyengülve kezdik az új esztendőt. Urunk, segíts nekik, hogy meglássák a te kegyelmedet, és meglássák azt, hogy ha hozzád fordulnak, akkor te képes vagy megerősíteni őket. Áldott legyen, Urunk, a te szent neved, minden ajándékodért. Áldjuk nevedet, most és mindenekké. Amen. De ti azért így imádkozzatok.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és készüljük az úrvacsorai közösségünkre. A 436-os szemű dicséret első versét énekeljük. Őrülj szívem, vigyaj lelkem, ékességed lenne a hit. Krisztussal való közösséggel kezdődjön az évünk. Az Úr Jézus hív bennünket, jöjjetek, mert immár minden kész. Hallgassátok meg most testvéreim mindenek előtt, miképpen szerezte megváltó úrunk az úrvacsora szent sákramentumát. Ezt legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusi gyülekezethez írt első levél 11. részében, 23. verstől kezdődően a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek megtöretett, ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, de poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Gyertek testvéreim, imádságban vagyunk, hogy tudjuk. Drága Jézusunk, őszinte szívvel hagyjuk meg most fejünket színe előtt, bűnbocsánatért könyörülve. Könyörülj rajtunk, könyörülj a mi erőtlenségünkre. Te látod a szívünk szándékát, látod a szívünk legmélyebb pontján is azt a vágyat, hogy szeretnénk nem vétkezni, szeretnénk hűek maradni hozzád. Szeretnénk olyan életet élni, amire te tanítottál, és amelyik méltó arra, hogy bizonyságtétel legyen rólad. De oly sokszor megbotlunk ezen az úton. Oly sokszor vagyunk erőtlenek a hídben, nem tudunk imádkozni másokért. Magunk dolgait előrébb valónak tartunk másokénál, akiket ránk bíztál. Nem tudjuk betölteni a szeretet parancsolatot sem, mert személyválogatók vagyunk, türelmetlenek, féltékenyek. Urunk, oly sok bűn nyomja a mi lelkünket nap, mint nap. Oly terhelő az emberi gyarlóságok sora, amit felsorolni is hosszú. Kérünk, hogy bocsáss meg minden bűnünkért. Bocsáss meg a mi erőtlenségeinket. És most ajándékozunk önmagaddal, hogy megújulhassunk lélekben és hívben. Hogy átélhessük a veled való találkozást. Átélhessük, ahogyan eltöltesz minket szent lelkeddel. Segíts, Urunk, így kezdeni az évet. És segíts, hogy egy olyan évünk legyen, amikor nemet tudunk mondani a bűnre, nemet tudunk mondani a kísértőnek. Légy velünk, Urunk, minden nap.
tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a holtra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen szent életben, hiszen az egyetemes Magyar Szent Egyházban, a szentek közösségén, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk jó rendje szerint kérdezlek most titeket, mely kérdésre őszinte szívvel és hallható szóval feleljetek. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, közösen feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, közösen feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, közösen feleljük, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad, ami mennyei jó atyánk ingyen kegyelméből, Jézus Krisztus érdeméért mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreink, és járuljuk az Úr asztalához. Először a bal oldali széksor, majd a jobb oldali széksor, és innen jobb oldalról kerüljük meg az asztalt, presbiter testvérünk segítségével majd az üres kelyeket erre a tálcára lehet letenni. Ha valaki nagy kelyhelyből kíván bort venni, akkor az nekem külön jelezze, amikor itt van. Az úrvacsora alatt a 457-es számú dicséretől kezdve énekeljük az énekeket folytatólagosan. Thank you.
foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Ugyanaz álló énekünket énekelünk, ide hirdetnénk. Most vasárnap, január 6-án tartjuk itt első vasárnap istentiszteletünket, melyen szeretnénk gyülekezetünk szolgáinak, szolgálóinak az életére Isten külön áldását kérni. Szeretettel hívom és várom vasárnap gyülekezetünk szolgálóit, hogy az Úr áldását közvetíthessen rájuk. Családom nevében szeretnék még Istentől megáldott új esztendőt kívánni mindannyiunk családjának életére és az egész gyülekezetünk életére. Adjon az Úr mindannyiunknak szent lelkéből, szent lelkének áldásából gazdagon, növekedhessünk a hitben, erősödhessünk az Úrral való kapcsolatunkban. Ezt kívánom mindannyiunknak. A záró énekünket énekeljük, 288-as számú dicséret első versét, a 288-as számú dicséret első versét, és a negyedik verstől kezdve végig, a hetedik versig, tehát a 288-as számú dicséretünk, a 288-as számú dicséretünk első versét énekeljük, utána pedig a negyedik, ötödik, hatodik és hetedik verset, a 288-as számú dicséretünket a 315. dicséret dalamára énekeljük, és így kezdődik. E világnak fényessége, Isten szenteknek hívessége.